sportosat. Híradónk vendége Szőnyi János, a Magyar Birkózó válogatott egykori sikerkapitánya, mesteredző. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Beszélgettünk mostanában elég sűrűn kétszer is, de hát akkor még az olimpiai kvalifikáció még nem ért véget, viszont most már véget ért. Megvan, hogy 5 magyar birkózó jutott ki az olimpiára, a 3 fogás nemben összesen. Ugye Muszukajev, Ligeti Dani, szabadfogás, Lévai Zoli, Losonci Dávid, kötöttfogás, és Nagy Bernadett a hölgyeknél. Én úgy gondolom, mint laikus, hogy ez az 5, ez olyan elfogadható számnak tűnik nekem. Persze, volt idő, emlékszem rá, amikor a kötött fogásba ugyanennyien, egy fogás nemben ennyien mentek ki az olimpiára. De hát ugye az idő változik. A mostani 2024-es időszakhoz képest, én azt mondom, hogy ez olyan elfogadható ez az 5. Nagy lelkű vagyok? Nagyon. Nagyon, mert hát attól függ, hogy ez az 5 birkózó mit fog teljesíteni az olimpián. Egyértelműen, mert ha az 5-ből 3 aranyérem lesz, akkor az egy nagyon szép teljesítmény. Ugye, de ha az 5-ből mondjuk 1 érem lesz, egy nagy isen az nem arany, akkor az nem nagyon fogadható el. Mindenféleképpen bízunk. A magyar birkózó válogatott a 3 fogás nem... mert figyelembe véve egy éremmel jön haza, egy bronzzal, akkor az már nem jó? Én szerintem nem, de nekik se. Hát egyértelmű, ők is többet várnak maguktól. Mi a realitás akkor, ha a magyar birkózást veszük alapul? Jelen realitása? Igen. Mi lenne? Igen. Hát ha azt nézem, hogy az előző olimpián volt egy arany és egy ezüst, akkor jó lenne, ha most is lenne egy arany meg egy ezüst. Meg azért voltak mellette helyezések. Tehát azért ezek ahhoz, hogy a magyar birkózás jó neve legyen, meg jó hangsúlya maradjon fent a magyar sport történetében, ez aranyérem nélkül nem megy Isten igazából, mert mi olyan sportág vagyunk, hogy jó, hogy néha mi is tudjuk, hogy jó, szép volt ez is, ez a 2 második, vagy nehogy Isten, 3 érem, vagy, de ránk akkor emlékeznek, ha aranyérem van. Bocsáss Illetve meg. A versenyzőkre akkor emlékeznek, ha aranyérem van. Bocsáss meg. Egykori tanítványod, jó barátod, épp a minap nyilatkozta, Komáromi Tibor. Igen. Nem bánja, hogy nem lett aranyérmes az olimpia, hanem csak ezüst lett. Mert így az az ember tudott maradni, aki szeretett lenni. Ő ezt nyilatkozta, hogy nem bánja, hogy nem lett aranyérmes. Meg hogy teljesen más ember lett volna belőle, ami viszont nem tetszett volna neki. Én lehet, hogy jobban ismerem őt, mint ő ezt nyilatkozta ő saját most. Magát. Na. A Tibornak aranyérmesnek kellett volna lenni, és az én szemembe, ahogy fel volt készül, meg hát azért részese voltam nem kicsit az olimpiai felkészülésének, neki aranyérmesnek kellett volna Igen, lenni. Csak ő most érdekes úgy látja, nem az volt hogy akkor baj, lehet, hogy kicsúszott akkor van. Ha valaki nem hisz ebbe, hogy neki aranyérmesnek lenne, akkor nézze vissza a mérkőzését a Mamiasvilivel. Nézze vissza, hogy mi történt ott a meccs előtt. Ugye mentek fel, a Hegedűs volt a kapitány. Így van. Mentek fel, és ott egy nagyon komoly vita volt az edző és a tanítvány között, a versenyző között. Ez elfogadhatatlan, hogy miért volt ez a... Talán kik között volt? Hát a Komáromi Tibor és a Hegedűs Csaba között. Hát ő volt úgy a kapitány. Úgy mentek fel a szőnyegre? Igen, hogy keményen vitatkoztak. Na, de mi vitatkoztak? Hát te tudod? Hát mondj el azt a Tiborra, ha már lenyilatkoztam ezt régebben a tévében is, azt mondta a Hegedűs, hogy jobbra nem védekezel, megértetted? De ez egy olyan ajánlás volt, amit nem fogadhat el egy birkózó. Nem fogadhat el. Ugyanis a Tibi a Mamiasvilit ismerte, mint a tenyerét. Tehát tudta, hogy ő nála a Mamiasvile mindent védeni kell ellene. Mert tudott ő jobbra-balra bármit ott csinálni. És nem értette. A Tibinek elég volt ennyi, hogy kizökkenjen.
A Tibi olyan, tehát ő fókuszál, koncentrál, nagyon odafigyel arra, amire oda kell figyelni. És őt kizökkentették, és elveszítette a fejét. Látszott a mérkőzésen végig. Hát 9-0-ra, vagy nem tudom mennyire kapott ki, 10-1-re, hát ketten nem verik meg úgy, hogy 10 pontot csinálnak rajta. Tibi nem lehetett pontot csinálni, nem volt olyan egyszerű. Jó, minden esetre most azt mondta, hogy és nem. Mi lett a, várjunk, bocsánat, mi lett a következő évben? Ugye a következő évben, amikor egy részleges bokaszalag szakadása megverte a Mamiasvilit. Hát azért előtte meg már Tibi nyert 2 világbajnokságot. Hát a papírforma minden azt mondta, hogy neki kell legyen az olimpiabajnok. Jó, csak most úgy érzi, hogy a sors jól bánt vele. Mindegy, hogy így feldolgozta, hát, mit szólsz hozzá? Persze, föl is kell, meg el kell engedni. Hát nem lehet a végtelenségig, a sírig magában hordni ezt a dolgot, de én más hallottam teljesen. Jó. Mindegy. Ez írásban megjelent. Hát jó, de hát az ember néha mond olyat is, amit nem kellene. Igen? Jó. 5 virkózót hagytuk abba, ez a tudja, aki kimegy most már az olimpiára, és azt mondott, hogy legalább 2 érem kell akkor. Hát az 5-tel is lehet jól szerepelni, tehát az 5 éremmel is hogy ne lehetne jól szerepelni, mert hát ha kimegyünk, hát én is 9 embert vittem az olimpiára, és abból csak 4-en tudtak helyezést elérni, de abból ugyan volt 2 aranyérem, 1 negyedik és 1 ötödik helyezés. De engem beletapostak a földbe. 2 arany és más semmi. Ezt mondták az újság ezt. 2 arany és más semmi. Rossz munkát végeztél. Igen, nagyon rossz munkát végeztem. Tehát ez egy ilyen dolog. Van, akit elfogadnak, van, akit nem. Én nem vagyok olyan túl simulékony ember, nem szeretek nagyon dörgölődni, de elismerem azokat, akik tudnak. Tudom azt, hogy kire kell felnézni, kire kell odafigyelni. De az... Nem szabad különösebb utána. Jó, minden esetre, hogyha te értékelnéd, most te lennél az igazgató, szakmai igazgató, elégedett lennél az 5 küldött versenyzővel? Szerintem a bácsi Peti is elégedett. Nem? Nem hiszed, nem lehet. Hát úgy mentünk ki, hogy nem is tudom, hogy hány helyezést hoztunk most erről, 2-t, ugye? 2-t a Ligeti Dani hozott meg a Lévai Zoli. És nagyon sokan voltunk kint, tehát jó páran kint voltunk. Lehet volna még egy hölgyeknél, csak a súlyos Tehát a másik az, volt. Hogy... igen. A másik az, hogy tehát ha én a harmadik selejtezőre viszem ki a versenyzőimet, akikre számítottam meg, hogy nagyon jó. Ugye itt már 13 kiváló benn van, az nem lehetett részt ezen az eseményen, tehát a többiekkel kellett válogatózni. Tehát én szerintem, én nem lennék megelégedve, szerintem a szakmese, az, hogy mi kifelé mit mondunk, az egy más dolog. Igen, arra gondolsz ugye, hogy a adott súlycsoportok legjobb 13 versenyzője, már nem volt nem ott. Tehát a mi magyarok, meg ugye többiek is, akkor már csak a úgymond idézőben mondom, másodosztályú versenyzőkkel találkoznak. Hát idézőjelben. Jó, csak tegyünk különbséget a legjobb 13 és a mögött. Tehát itt is volt biztos olyan, aki nem tudott bejutni, így. Baki miatt, vagy sérülés, vagy bármi miatt, és erre jött el, és ezen számított a kijutása, de el kell mondani, hogy irgalmatlan mezőny lesz az olimpián. Jó, akkor mit várhatunk akkor? Hát én előre így megmondom, nem tudom, én a Muszukejevtől, az orosztól várok egy dobogót mindenféleképpen. Benne van, tehát ez teljesen jó. Szabadfogás. Ez papírforma szerint benne 65, van. Így az van, előjelek szerint a Losonczi Dávidtól is várok egy olimpiai érmet. Nem lehet olyan terhet, de lehet 1-3-ig. Tehát neki azért a dobogó alá nem szabad már menni. Hát világbajnok. Nagy Bernit nem ismerem az ő súlyába, hogy mit fog. Lehet, hogy ő fog egy nagy meglepetés. Akkor az nem lehet tudni. Nem ismerem a lánymezőnt annyira, mint talán kellene, de benne lehet egy lehetőség. A Zolikától várom az 1-3 között, tehát, mert mindenki úgy megy ki, hogy olimpiai bajnok leszek, egyértelmű, de tudjuk, hogy ez nem olyan egyszerű dolog.
érdekesebb légköre van az olimpiának, mint egy világbajnokság vagy egy Európa-bajnokságnak. Nem tudom, mi miatt. Ott, ott mentálisan kell, hogy jó legyenek, ugye? Hát, most mentálisan én azt hiszem, hogy minden azok a birkózók, azok a versenyzők, akik éreznek magukban valamit, azok keresnek egy jó pszichológus saját maguknak, amit csak olyan dolgokat mondanak meg, amit nem nagyon mondanak meg egy központi pszichológusnak, aki a izében van. Tehát mondjuk egy csapat mellett van pszichológus. Az nem. Én a szakdolgozatomat az egyetemen a sportolók felkészítésének pedagógiai, pszichológiai kérdéseiből írtam. Én leírtam, hogy körülbelül mit éreznek át a versenyzők azt, amikor kimennek egy világversenyre. Mert én magamról tudom, nekem óriási különbség volt a hazai pályán birkózni, egy jó légkörben, mondjuk a Fradiban, mert nagyon jó csapat kohézió volt, nagyon jó csapat légkör volt, és megint más volt ott, amikor egyedül voltam maradva, tehát egyedül maradtam. Tehát még hagyd mondjam, mert edzőmet sem láttam ott úgy, ahogy kellett volna a nemzetközi viadalokon, és bizony ott azért elgondolkodik az ember. Tehát néha kicsit inába is száll a bátorsága. Ezt sokan nem merik bevallani, mennyi idő után bevallhatom, de sajnos nagyon oda kell bocsáss erre figyelni. Bocsáss meg, a Tibi is ilyen volt? Komáromi Tibi, nem. Ő nem ilyen. Hát azért állj meg, a Tibinek, abban az időben azért már más volt más az edzői, tehát volt két edző is, meg oda mentek, meg mi egymás azért megvereget készítették, gyere, menjünk. Hát a Tibi megmondja, például a budapesti világbajnokságon, ott készítettem föl a lenti edzőteremben, tehát együtt voltunk végig, és a Tibi igényelte. Tehát igényelt, hogy ne legyen egyedül, hogy valaki legyen ott mellette. De mindig, még az edzéseken is, mindig, tehát ez számára fontos volt, tehát én ezt tudtam is. Tehát amit tudok, én például... Na most látod, ez egy fontos dolog, amit mondtál, hogy ezt tudod. Minden ember más és más. Vajon tudják-e az edzők, hogy adott versenyzőnek mi a jó? Hát, és ezt hogyan tudják meg? Mert lehet, hogy a versenyző nem, sem meri elmondani. Többféle edző van, ahány edző, annyiféle. Nálam az volt, hogy én a tanítványom, amikor elkezdtem az edzői munkát, megmondom őszintén, én sem találtam még a helyemet úgy, ahogy kellett volna, hogy nem tudtam, hogy mi lesz ebből, most, tehát próbálkoztam, de valahogy a gyerekeket nagyon megszerettem, és láttam a csillogó szemeiket, hogy annyira vágynak arra, hogy itták a szavaimat, amikor beszéltem hozzák, és akkor azt mondtam, hogy ezeket a srácokat én nem hagyhatom cserbe. És ugye később az ott volt köztük Komáromi Tibi, még később neki Siki Andris, meg nagyon-nagyon jó, tehát nagyon jó összejött a csapatom, nem nagyon morzsolódtak le, számítottak rám, és meg is találtak mindig. Tehát nem volt különösebb. Na de megismertem őket először, megismertem a családjukat, iskolájukat megismertem, hogy vannak az iskolám. Tehát előttem ők egy nyitott könyv voltak. Tehát én tudtam, hogy kivel, hogy lehet beszélni. Tehát én soha nem aláztam meg senkit, hogy üvöltöttem vele, mint egy állat. Kiabáltam, én is üvöltöttem, de az csak úgy volt, hogy hogy mondjam, szép szóval, hogy serkentettem, bátorítottam, üztem, hajtottam őket. Vagy feladat volt, gondolom. Mint ahogy a lovat például, te nagy lovas vagy, hogy nem lehet verni. Ugye? Nem is vered. Nem is vered. Tehát el lehet érni, hogy hihetetlen. És azért 200 fölötti púzus hagyták abba. Jó, de hát én gondolat olvasom, működök a lóval, tehát én csak rá gondolok, hogy most és akkor csinálja. Aha. Most akkor lehet, ki az okos? Neked is így kellene, így kellett volna a versenyzőket, csak kigondolod. És akkor... Nem, de máig is ismerem, máig is bennem vannak azok a tulajdonságok, amiket. Jó. A Tibitől most már régi dolog volt, a Tibitől így lehetett elvenni egy olimpiát. Értem. Jó, visszakanyarul, elkem meglepetés volt, de lehet csak azért meg kívülálló vagyok. A Ligeti Dániel szereplés, egy harmadik olimpiára, és ki tudod jutni. És most például a Ligeti Daninak ugye a válogatottnál új edzője lett. Na most a Bánkóti Zsolt az új edző. Igen. És nagyon jó megvannak egymás. Nem egyszer láttam, hogy úgy figyel az a nagy ember arra az edzőre, aki nála 50 kilóval könnyebb, vagy mit tudom mennyivel. Még többen fele, is. Fel annyi. Igen. De ez hihetetlen sokat számít, ha egy versenyző hisz az edzőjének.
a verseny, az edző meg hisz a tanítványának. Tehát ha mindahogy itt volt az előbb példa, hogy a Lévai Zoli és az édesapja. Hát nem lehet mit csinálni, tehát a Lévai Zoltának egy nagyon, tehát akit úgy mondom, hogy egy nagyon erős... Ha már itt tartunk, akkor most boldog vagy? Miért? Hát, hogy kiült a sarokba. Ez nem boldogságot jelent, ez azt jelenti, hogy jól döntött a Magyar Biatlon Szövetségnek valamelyik vezetője. Miért döntöttek úgy? Hát lehet, hogy az, hogy itt elhangzott ez a beszélgetés, vagy nem tudom miért, de én ezt nem verem a mellemet, hogy én ezt elintéztem, még ha úgy is alakult, mert nem kellett volna nekik úgy reagálni. Hál' Istennek most jól reagált a szövetségnek azon vezetője, akire ez a dolog tartozott. És hát elnézést kérek a edzőktől, akik ott vannak, de az egyet tudomásul kell venni, ezt valahogy el kell fogadni mindenkinek, hogyha beszél hozzám, vagy beszél a tanítványhoz, legyőzi ott őket, a tanítvány, akinek beszél, az meg az apját nézi fönn a lelátó. Hogy mit mond, vagy mit mutat. Hát még kell ebbe belekeveredni egy ilyen dologba. Nem kell, ennél rosszabb nincs. És a másik ugye elmondtam már talán azt, hogy ezek a srácok, akik most edzők, ezek most jöttek le a szőnyegről. 3 év. Hát én magamról éreztem, nekem legalább 10 év kellett ahhoz, hogy azt mondtam, hogy igen, most már úgy érzem, hogy el tudok vezetni bármilyen csapatot. De 10 év rutin tapasztalat, volt abban pofontól kezdve, volt abban minden. De rutint szerez a mester, ugyanúgy, ahogy rutint szerez a birkózó is, hiszen elkezdi 10 éves korában, és 20-valahány éves korában lesz világklasszis birkózó. Hát ennek így kell lenni, és elmondom, hogy mindegyik fiatal edző nagyon jó edző lesz. Nagyon jó edző lesz majd belőlük. Meg kell várni azt, hogy eljöjjön az idő. Ha én azt mondom, hogy ha ott lett volna egy Komáromi, egy Sike Andris, vagy egy Növényi Norbi, vagy mit tudom, én sorolhatnám sorba ezeket a nagy bajnokok nevét, akkor némi bölcsesség, meg némi, ha bár a Peti mondjuk nem volt még edző úgy meg, de a Növényi Norbi nagyon érti az edzői szakterületet. Most ők hol vannak tényleg? Hát mindenki végzi a munkát, valahogy meg kell élni, faros az autókat, hoz be külföldről, meg ad vesz, nem tudom, ebből él. De hát én a Farkas Petit, hogy egy Farkas Peti nincs a magyar birkózás, egy olyan birkózó, hogy hát mit mondjak, ha 24 hónap alatt, majd múltkor számoltam ki, 24 hónap alatt nyert egy EB-t, nyert 2 világbajnokságot és 1 olimpiát. Ha kell lenni több. És nincs a birkózása. De hogyha nem akarja, tudod segíteni, nem is azon lehet, aki akarja segítsenek neki. Én nyomtam befele a izét is, a farost is, meg a Növény Norbit is, és azt mondják nekem, hogy de János, hát tudod, hogy ők csináltak valami mást is, tehát ami miatt azért nem lehet csak úgy. De mondom, figyelj, de a magyar állam, a magyar igazság ugye beleegyezett abból, hogy letelt az 5 év ez a akármicsoda. És hát föl vannak mentve mindenből, visszakapták az olimpiai életjáradékot. Hát ugyanolyan ember, mint ti. Akkor ti még rájuk tesztek még 10 évet, vagy mennyit, vagy egy élet, a halálukig kizárjátok őket a magyar birkózásra. Ez csúnya dolog. Tehát de ők visszajöttek volna, hogyha engedik? Figyelj, ők imádják a birkózást. Most ez a te véleménye, de ők mit mondanának? Hát attól függ, mit ajánlanak fel, mert a portán kellene nekik a jegybelépés, akkor nem, de egy olyan állást adnak nekik, amely számukra megfogadható, megegyeznek, kezet fognak le. Ez nem lett tudom. Lett valaki tartásuk a válogatott mellett dolgozni éjjel-nappal? Szombat, vasárnap, nincs hétvége? Ezt tőlük kell megkérdezni, szerint a Norbi, nem tudom ezt mondani, ezt tőlük kell, de mindig lehet olyan pozíciót találni az ilyen embereknek, aha, hogy van nevük a magyar, aha, birkózásban. Hát jó, hát ez van. Viszontivel Ligeti Dánielhez mit szólsz hozzám? Na, tőle mi várható? Mert neki ez a szép, hogy a 3. olimpiás ott van, és akkor tulajdonképpen ez a csúcs, vagy? A Dani az is ugyanúgy, mint a Lévai Zoli, tehát emberfeletti teljesített. Igen. Hihetetlen volt az a hatalmas ember, és meghozta azt, amit elvártunk, és ott könnyezett végig a egyszer után. Megdöbbentő volt. Na. Hát ilyet látni, ez nagyon felemelő érzés, és hát ilyenért is érdemes végezni ezt a sport. Adja az Isten, hogy legyen az első
4-6, vagy nem tudom, nem, nagyon, nagyon kemény csap, mezőny van ott. Igen, mérfett, igen. De igen. Hol nem? Veszély, minden. Igen, de szabadfogásra meg végképp veszélyes. De azt szokták mondani szabadfogásra. Hát, nem, be lehet, nem, most ahogy nézem a mezőnyt, én szerintem most egy kicsit jó sorsolása, meg ez az esemény, ami volt, önbizalmat ad neki, már pedig fogadni neki. Most az ő lelkében az van, hogy olimpiai bajnok akar lenni, vagy helyezett, de hát ugye jönnek majd a meccsek, és azok döntik el. Hát bizony. Végülis, ha van két érem, akkor ez az öt bőven elég, ha azt veszünk. Hát, hogyne, ezt mondtam, hogyha ez az öt birkózó hoz olyan sikereket, ami elfogadható, az oké. Okay. De magában én szakmailag beszélek a dolgokról. Uh-huh. Tehát szakmailag nem elfogadható. Ez ami idáig történt most eddig. Én biztos nem tudom elfogadni. Hát mondom, én mindig én ezek, de a Barcelona olimpiára ugye 20 birkózót lehetett vinni. 20 birkózó. Most 18. Most 18-ból kiment 5. Nekem akkor a 20-ból kivittem 17-et. És nem voltak megelégedve vele. Hát múltkor mondtam itt, hogy a világbajnokságon 6 emberem jutott ki a olimpiára, 6 a 10-ből. Következő Európa-bajnokságon pedig még lehetett nyerni, és ott első, második, nem tudom minek kellett lenni, de ott még kijutott hozzá 3, 9, 10-ből 9. Hát az olimpia, figyelj, a csapatom a világbajnokságon is második volt csapatban, uh-huh. Kötött fogásban második volt, és az olimpián lecsúszunk a harmadik helyre. Akkor nagy szégyen volt. De akkor ezt akkor, ahogy most ezt előadtad, és megnézem ezt a mostani számot, akkor ez azt jelenti, hogy megyünk lefelé? Tehát már Amerikában, már lehet, hogy már csak a 3 fogás nemben, csak 3 birkózó lesz magyar? Én azt mondom, hogy nagy a baj, amelynek megvannak olyan okai vannak az én véleményem szerint, hogy a Magyarország birkózóinak a létszáma óriási nagyot csökkent. De a szakosztályok létszám is óriási nagyot csökkent. Ez olyan, mint a tudatosan hajtották volna végre. Hát csak nem. Én szerintem tudatosan, mert az van, hogy ha nekem van 130 szakosztályom, mint ami volt, és az most abból a szakosztályokban most körülbelül van 50-60 olyan, akivel helyek közel foglalkoznak, a többiben nem nagyon foglalkoznak, biztos egy kicsit, mert azonnal kitalálnak valamit, de így, meg úgy, meg felzárkóztatási program, meg ez, meg az, ahol talán kapnak valami megalázó mennyiségű pénzt, és ami évad csinálják majd, vagy nem. Tehát ez az ilyen nem viszi fölfele. Igen, igen. Az ilyen persze. Csak lefele viheti a birkózást. Tehát még én ezt azért mondom most el, én ezt a birkózókért mondom el, meg az edzőkért, hogy ne adják fel, harcoljanak. Mert ha nem fognak harcolni, akkor el fognak veszni. Tehát egyértelműen el fognak veszni akkor. És az a másik az, hogy azért mi, akik letettünk valamikor valamit az asztalra, mi is el fogunk vele együtt veszni. Hát ez amortizálódik a birkózás. Hát akkor kérem szépen, van még ki az a birkózás? Na hát, van, aki azt mondja, hogy ilyen boxkesztyűbe kell azt csinálni, vagy valamit. Jó, az jó, de akkor is. Tehát most kellene összefogni, de nagyon. A jó szakembereknél, és nagyon kulturáltan megoldani ezeket a dolgokat, hogy a jövő ne ilyen legyen. Tudod, most jön egy új olimpiász nem sokára, neki kell állni egy új koncepcióba is. Csak és tudod, ilyenkor most azt mondanák a bölcsek, hogy most már olimpiáig semmi rosszat, nem is, de, és akkor majd az olimpia után kellene akkor De várj, bocsánatot kérek, hát itt a versenyzőket, hogy te végighallgatod, én soha nem ítélem el sem az edzőt. Hát az edző, fiatal edzőket miért ítéljem el, amikor nincs mögöttük rutin és gyakorlat? Nincs köztük. Az, hogy kibízta rájuk, az egy más dolog. Vagy ott lett volna, mondjuk hagyták volna a Sikét, mi a francia kellett ez a... A srác olyan jókat csinálta, hogy öröm volt nézni a birkózást. Elárulod, hogy miért küldték el? Nem. Mondja, de te tudod? Mondj el a Sikét, én nem tudom ezt mondani. Semmit hát, nem mondasz? Ez inkább irítség miatt szerintem. De ennyi elég, nem, ennél többet nem mondom. De hát figyelj, a Komárom is egy nagyon felkészült edző volt. Kapitányként ugyan volt neki rossz napja, mert a
96-os olimpia volt, ahol gyengén szerepeltünk nagyon, de a következő olimpián 2004-ben hozott olimpiai aranyat. Hát csak fradisták hozták az aranyakat. Fradis edző vagy Fradi birkózó. Visszamegyünk 2000. Na de most a honvédosok. Ugye a Lőrincék. Na de Fradis edző van. Én azt mondtam, vagy Fradis edző, vagy Fradis... Ja. Most, hogy a honvéd rám támadjon. Akkor is fradista maradok, tehát nem ez egyértelmű. Nem mindig is az voltam. Hány bátyánk, lejárt az időnk. Mikor mész le? Monóra. Birkózó terembe. Terembe? Hát bármikor lemehetek. Meg azt most, tudom, hogy lemehetsz. Monóra most is megyek, csak onnan még tovább karikázok, még Gombára. Most az a törzs helyem. Na tessék, Gombára. De a lovarda? Nem, most valahogy azok lesántítottak ott a lovak, úgy néz ki, hogy nem a legjobb. Nem a legjobb. Akartam nézni őket, de nem látok Fradiban már olyat. Fradiban birkózó szakosztály sikével jól működik? Persze, de hát én mondtam, hogy a nyári hónapokban nem szívesen megyek, mert kertészkedek, tanulom a kertész szakmát, most már kezdek belerázni, de alig bírom már az ujjaim. Na, kell vagy kertész, akkor majd szólok. Neked akkor. Azt hittem, hogy nekem szólj, neked szóljak. Bocs. Oké. Te vagy a szakember. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor kíváncsian várjuk, és akkor majd sors fogja ezt eldönteni, hogy ez az öt kevés, vagy sok, persze, vagy hát elegendő. Nem vagyok létszám. Jó sem, majd kiderül a végére. Köszönöm Adja szépen, az Isten, hogy jó legyen. Így van. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.